Így nézett ki néhány hete az Ugyeri óvoda új csoportszobája. A szakemberek gőzerővel dolgoztak azon, hogy a gyerekek minél előbb birtokba vehessék a megszépült helyiséget. És így néz ki most. Világos falak, kulturált mosdóhelyiség, vadonatúj szekrények és tágas, gyönyörűen dekorált csoportszoba. Régóta várták már a szülők és a pedagógusok egyaránt, hogy bővüljön az Ugyeri városrész óvodája. 30 gyerekkel már a városi óvodában is nagyon nehéz foglalkozni, de itt a kinti óvodában más körülmények, egészen mást kell itt az óvónéniknek, a gyerekeknek továbbítani, szocializáció szempontjából is, tehát nekünk ez egy óriási nagy dolog, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretném megköszönni mindazoknak, akik egy kicsit is lobbiztak azért. Az önkormányzat mellett a Klik Ceglédi tankerületének vezetője is sokat tett azért, hogy az Ugyeri óvoda megkapja az eddig az iskola által használt helyiséget. Itt alakították ki ugyanis az új csoportszobát. A belső tér szépítésében, a bútorok és egyéb eszközök beszerzésében több helyi vállalkozó és magánszemély is segítséget nyújtott. A csoportszobának a berendezését azt szponzorok jóvoltából hoztuk létre nagyjából. Örvendetes, hogy az együttműködés, az összefogás meghozta gyümölcsét, mondta a polgármester az ünnepélyes átadáson. Takács László úgy fogalmazott, a város egyik legrégebbi tanyásövezetében elengedhetetlen volt az óvoda bővítése. Ez a térség az, ami megmaradt tulajdonképpen annak, ami egykor a város külterülete volt. Éppen ezért szerettük volna az itt élőknek a helyzetét is javítani. Azt gondolom, hogy a 21. század Európájában fontos az, hogy ilyen szintű oktatást tudjunk nyújtani, óvodai ellátást tudjunk nyújtani a gyermekeinknek. Ezért én is szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget. A gyerekek már birtokba is vették az új csoportszobát. A tervek szerint a jövőben tovább szeretnék szépíteni a helyiséget, például új padokat szereznének be az öltöző szekrények elé.